Google Maps képek importálása, tehát a rajzterületére Google Maps képeket be lehet importálni. Ki kell jelölni egy pontot a rajzba, az lesz a képnek a közepe. Meg kell adni, hogy milyen típus legyen, a szatellit az alapértelmezett, majd a méretét, a nagyítást. Kell ütni egy Entert, és a program berakja Google Maps-ből a képet. Tehát ez egy szatellites kép. Ezt a képet a rajzkönyvtárába menti. Képek GPS, ez GPS koordinátával rendelkező képeket lehet beimportálni a rajzba, és hiperlinként, illetve attribútumadatként elhelyezni különböző blokkokra. Hát itt van két kép egy könyvtárba, ez a két kép lesz beimportálva. Ki kell választani képkönyvtárat első lépésbe. Majd be lehet állítani, hogy relatív útvonalat adjon meg hiperhivatkozásra, illetve melyik blokkba rakja ezt bele. Tehát EON-nál ez a fénykép blokkban van, lehet magasságot hozzárendelni, illetve elforgatást hozzárendelni. Rá kell kattintani beillesztésre, képeket transformálja a program és hiperlinként hozzárakja. Tehát itt van a hiperlink, hiperlinkben bent van a képnek a neve, illetve ha Ctrl gombot nyomva tartunk és rákattintunk, hát akkor ez megjelenik. Illetve be lehet olvasni attribútum adatként. Ami például térinformatikai rendszereknek a feltöltéséhez használható lehet. Tehát hossz megírás, vonalak, illetve vonalláncok hosszának a megírása, be lehet állítani, melyik fóliára kerüljön, milyen szövegstílusra, milyen szövegmagassággal és milyen messze legyen a felirat azonos objektumoktól a távolsági érték. Ki lehet választani az objektumokat. Akkor a program megírja a hosszúkat, ez a teljes vonallánc hossza. Hogyha szakasz hosszat szeretnénk megírni, akkor vonallánc szakaszokat be kell kapcsolni, és a program összegzi a kiválasztott elemek hosszát. Tehát, hogyha ez be van kapcsolva, akkor ezt kiválasztom ugyanezt, akkor a program a szakasz hosszakat írja meg. Tehát szövegek vonalra forgatása. Az alap értelmezett szög az lehet vonalszövegblokk, vonallánc, egy 3D vonallánc. Ki kell választani, rá kell kattintani, majd ki kell választani szövegeket, illetve blokkokat, amit a program elforgat. Lehet vonalláncot is kiválasztani. Ez például egy vonallánc és hozzátartozó szövegeket, akkor ezeket a program elforgatja vonalláncnak az irányába. Következő a beillesztési pont körüli forgatás, itt is meg kell határozni az alapelemet. Majd ki kell választani egy alapobjektumot, majd meghatározza a forgatás szögét, majd a forgatandó objektumokat és egy forgatási szöget, tehát így lehet vetítő vonalas szövegeket forgatni. Másolása és érték hozzáadása. Tehát itt van egy házszám például, meg kell adni hozzáadandó értéket, és le kell bökni a következő pontot, így automatikus a házszámozás például. Helyrészszámnál ugyanez van, hogyha van benne egy perjel, akkor automatikusan a perjel utáni értéket neveli a program. Objektumadatok másolása, tehát objektumadattáblák másolása. Ez rendelkezik ez az objektum egy L1 objektumadat táblával, és itt ki vannak töltve az adatok. A lényeg az, hogyha másoljuk ezt a táblát, akkor az összes adatot át fogja vinni a kiválasztott elemekre. Ezek nem rendelkeznek egyenlőre ezzel az adattáblával. Az objektumadat másol, meg kell adni az adattábla nevét, az L1 alapértelmezetten, ki kell választani az alapobjektumokat, majd ki kell választani a célobjektumokat. A program átmásolja az L1 adattáblát az adatokkal együtt, amit az alapobjektum tartalmaz. Akkor a következő blokkcsere.
Ki kell választani a cserélendő blokkot, ez vagy legördő listából, vagy kijelöléssel határozhatjuk meg. És ki kell választani azt a blokkot, amit beszeretnénk illeszteni. Annak is rajzba kell lennie, hogyha netán nincs a rajzba, akkor ezzel lehet frissíteni a blokk definíciókat. Itt megvan az, hogy 26 darab ilyen blokk van, itt rá lehet állni, és ki lehet cserélni egyesével is, illetve lehet adni egy plusz-minusz forgatási szöget. Itt vannak az attribútum értékek, tehát ennek a blokknak V1 és V2 attribútuma van, a V1 a pontszámra vonatkozik, a V2 pedig a magasságra. A másik blokknak, ha vannak attribútum értékei, azok itt a legördülő listában vannak, tehát be lehet állítani, hogy az új blokknak melyik attribútum értékeket vegye át, tehát az első a pontszámot, a második pedig a magasságot. És így rá lehet állni a blokkokra, be lehet állítani a zoom mértékét, és egyesével is akár ki lehet őket cserélgetni. Következő ráállás és csere, illetve csere mind. Kicserélje az összes ilyen jellegű blokkot, ugyanarra fóliára kerül, mint az eredeti objektum, és ugyanolyan beillesztési tényezővel, illetve forgatási szöggel.